Közel már a nap, amikor újra kezünkbe vehetjük a sorsunkat, újra dönthetünk. De most nem egyszerűen pártok, ideológiák között kell választanunk. Magyarország április 6-án a jövőjéről fog dönteni. Választhatunk újra egy normális, gyarapodó, békés európai országot, vagy maradhat minden úgy, ahogy most van, egy szovjet utódállam, amelyet Orbán Viktor vezet. Ez lesz a tét. Ahhoz, hogy győzünk, az összefogás jelöltjére kell majd szavaznod. De sokan vannak, akik félnek, sokan vannak, akik nem reménykednek, és sokan pedig otthon várják a csodát. Nekik nincs igazuk. Csak akkor lesz változás, ha elegen megyünk el. Gyere velünk március 15-én, és üzen meg mindenkinek. Nem félünk, reménykedünk, és nem a csodára várunk. Csak abban hiszünk, hogy elegen kell lennünk majd a változáshoz. Tarts velünk március 15-én, küldj üzenetet egész Magyarországnak, változást akarunk. Ez itt az én hazám.